5 tévhit az isiászról. Na most az isiász az más néven ülő ideggyulladás, ülő idegzsába, hogy a modern kon, vagyis az ülő embernek a betegsége, nevét az emberi szervezet leghosszabb idegéről, a nervus ischiadicus nevű ülő idegről kapta. Az isiász nem önálló korkép, hanem a gerinc deréki szakaszából eredő fájdalmas tüneteknek az együttese, amelynek okai ugye szerte ágaznak. Éppen ezért számos tévhit ér róla a közvélekedésben, amelyekről most párat megpróbálok eloszlatni. Az első ilyen tévhit, hogy az isiász minden esetben ugyanolyan módon kezelhető, mivel az isiászok egészen különbözőek lehetnek, így a hatékony gyógymódot minden esetben egyedileg kell megtalálni, tehát sok esetben a kombinált kezelés a célra vezető, például fizikoterápia, ugye gyógymasszázs, amely enyhíti a nyomást az idegekben, akut szakaszban az orvosi javaslatra beválhat a hideg-meleg terápia, például vagy a szájon átszedhető gyulladás csökkentő, non-szteroid és szteroid gyulladás csökkentő készítmények, ezek is hatékony enyhülést tudnak hozni, illetve a gyógynövényes balzsamoknak a használata, mint amilyen a Hilvitál maximum balzsamja is, az kitűnő ilyen fájdalmakra, illetve hogyha kiderül, hogy porckorong sérv áll a fájdalom hátterében, ezt a betegséget kell kezelni, végső esetben műtéttel. Aztán második tév, hogy az isiásznak néhány napon belül el kell múlnia. Az esetek egy részében a panaszok valóban megszűnnek egy hét alatt, de bizonyos esetekben akár hónapokig is kitart a fájdalom. Éppen ezért, hogyha egy hétnél tovább tart derékfájás, vagy visszatérő állapotról van szó, akkor minél előbb érdemes orvoshoz fordulni a hatékony kezelés érdekében. Aztán a harmadik tévhit, hogy az isiász kezelésében nem jöhet szóba műtét. Bizonyos esetekben nem válnak be a konzervatív, nem sebészeti módszerek, különösen akkor, hogyha komoly fájdalom nem szűnik, vagy hogyha akadályoz az egészséges működést, a mozgást, például izombénulás, vagy széklet, vizelet visszatartási képtelenség lép fel, illetve hogyha bebizonyosodik, hogy operációt igénylő porckorong sérv áll a háttérben. A megfelelő eljárásról csak is a szakorvos dönthet. Aztán a negyedik tévhit, hogy isiász esetében legjobb az árnyugalom. Komoly fájdalmak jelentkezésekor valóban jó tehet egy-két nap pihenés, de ezt az állapotot nem szabad tartósítani, a mozgáshiány ugyanis beindít egy lefelé tartó spirált, amely gyakran a fájdalmak állandósulásához tud vezetni. Az ötödik tévhit, ugye az isiász házi praktikákkal is gyógyítható. Ami bevált a szomszédunknál, az nem biztos, hogy a mi isiászunkon is fog segíteni, hiszen közel sem biztos az, hogy ugyanaz a derékfájásnak az oka, a forrása. Ráadásul csak akkor lehet dönteni a kezelésről, hogyha valóban orvos diagnózis születik az isiászról. A rosszul kivitelezett mozgás, a félreértett házi praktikák nem csak hatástalanok lehetnek, de végső soron árthatnak is.